Na, hello pingvinek itt Nessai ez pedig a The Sims 4 és sokadik epizódja, a fene se tudja már, hogy hol tartunk, de nagyon köszönöm nektek, hogy ennyire támogatjátok ezt a sorozatot, mind megtekintésben, mind like-ban, mind a kommentekben. A lényeg az, hogy pingvin Petra ma is velünk kalandozik, nézzük meg, hogy vajon milyen egy csíntevéseket sikerül a hölgyeménynek ma összehozni. Először is remek csíntevés lenne, kedves Petrám, ha a szokásoknak megfelelően például ma spagettit vacsoráznál. Éppen Incredible Sportsot játszik. Ó, oh, várjál, nem fogunk főzni. Hát elfelejtettem, hogy abba hagytuk a tegnapi feladatot a legutóbbi részben. Fókuszd állapotba kell kerülni. Úgyhogy veszettő nyomjad a gaminget, Petra. Mert szarba leszünk, ha nem leszel fókuszd. Még be is nyomok még egy playt az Incredible Sportsra. Fifázik a drágám. Igazán fókusz lehetnél tőle. Istenem, ez a fókusz, de ez nekem ilyen örök probléma lesz. Egyszer meg fogom venni ezt a DLC-t, amiben benne van a füstölő. És ha megrohadok, akkor is meg fogjuk oldani ezt a dolgot. Zsír! Fókusz! Királyság. Jóva van, megy ez, nem állunk olyan rosszul. Most akkor főzni fog Petra. Még mint mondottam, volt spagettit. Ahhoz képest, hogy mennyire béna noob voltam a Sims elején, fejlődünk. És a hűtő bűzlik, úgyhogy azt majd kaja után ki kéne takarítani, drága Petrám. Meg itt a földön valami bűzölgő roncsok is vannak. Hihetetlen, hogy mennyire koszos ez a nő. És nem takarít el maga után rendesen soha. Na mindegy, most legalább a tányért elmosta, ennek örömére elromlott a csap. <Sz> Miért van az az érzésem, hogy ebben az epizódban kizárólag javítani fogunk elromlott dolgokat? Na nem baj. Jó, megszereltél mindent. Elképesztően fókuszd vagy. Ülj le egy kicsit fórumozni. Socialize. Nem, nem alszol. Nem alszol, amíg én azt nem mondom. Nézd meg már át is vedlet pizsomában. Még fórumozzál egy kicsit. More choices. Uh, socialize. Cseteljél. Nem is fórumozni fogsz csetelni. Rányomok többet, hogy ne többször cseteljen. Socialize, chat. Socialize, chat. Utána még megejtünk egy gyors fürdőt. Take a bath. És utána fogunk aludni. Remélem ez a folyamat, ez... <laughs> Elég lesz neki, mielőtt összeesik valahol. Igazán érhetne több szósölt a chat. Gyakorlatilag amennyivel fölfelem megy ilyenkor, annyival lefelé is. Na mindegy. Petra nyomja ezerrel. Ajaj, már hajna három van. Jó, hagyjuk abba a csetelést. fürödj le, aztán nyomás az ágyba. Kicsit elszaladt velünk az idő. <laughs> a bioritmusunk fel fog borulni. Jó van már, jó az a fürcsi. Elég, mennyi aludni, mielőtt a kádba fulladsz. Neces volt a nap, de mindent teljesítettünk. Reggel hatkor sikerült lefeküdnie a drágának. Írtátok, hogy ezt a szobát alakítsuk át egyébként dolgozóvá. Ez lehet, hogy meg fog történni. Na, branch, select a branch for Petra Pingvin. Ó, igen, erre vártunk. Vagy pub, vagy piárosok leszünk, vagy internetes personalitások és természetesen internetes personalitások leszünk, előre léptünk a munkába. Királyság. Az internetes híresség bárkié lehet, építs követőbázist vicceken és prenkeken keresztül, míg internet sztár nem leszel. Internet sztár leszek, király! És természetesen ma is itthonról fogunk dolgozni. Jó lenne, hogyha ezt nem kéne minden nap beállítani. Nézzük, hogy áll Petra az alvással. Hát fogjuk rá, kevés föl, dobd el a szemetet. Aztán nézzük, mi lesz a mai feladat. Írni kell, hm. Írói vénánkat kell fejleszteni, és utána le kell mennünk a piacra, megismerkedni három emberrel. Oké, okay. írunk, Ö, gyakoroljuk az írást, igen. Utána pedig lemegyünk a piacra. Petra, kialusszta magát, elég lesz. Promoted Instagram Simstagram Searcher. Előléptettek minket megint. Itt dolgozom továbbra is. Uh, na, tök sok pénzt keresünk. Viszont úgy néz ki, hogy ezzel új melót kaptunk már. Egy kicsit itt összeakadt a az előléptetéssel a branch választás. Szóval mégse az lesz a feladatunk, amit előbb mondtam. Követőket kell gyűjteni, és fókuszd, illetve playful állapotba kell kerülni. Jó, ez egyszerűbbnek tűnik. Um, úgyhogy nem írni fogunk, kedves Petrám, Petrám te egyetlen, hanem beülsz egy uh, bubis fürdőbe. attól játékos kedvű leszel. Ó, ezt ne hagyd abba, várja. Igen? Ha minden igaz, ettől nagyon játékos lesz a kis Petránk. Mondhatni huncut? Igen? Igen? Utána pedig le fogsz ülni játszani továbbra is fifázni fogsz, hiszen egy lány is fifázhat, miért ne fifázhatna egy leányzó is. A fifázás után enni fogsz még hozzá sütikét. Na, playful lett, ezzel meg is vagyunk. Pattan ki a kádból. Igen, először reggelizni kell, mert már éhezik, utána fogunk játszani. Petra mindig felülírja az előzetes terveimet, de hát ki vagyok én, hogy megmondjam neki, mit csinálhat. Petra zabálasztál játszik, és utána posztolnunk kell vezet, veszettül, ugyanis a promóciónkhoz az kell, hogy gyűjtsünk ezer követőt. Úgyhogy szelfizni fogunk az interneten megint. Megállás nélkül. Csak Petrának szocializálódni kéne. Mindjárt megyünk Allahu Akbarékhoz. A Petra megkajált. Úgy. Képezik. Utána el fogsz takarítani Petra, mert ezt megint nem csináltad meg magadtól. Jó, mi a Fifát, főnök? Ó, hát ott egy piros lap, hát ide láttam a piros lapot, Petra. Nem hiszem el, hogy nem tudsz szabályosan játszani, borzasztó. Ez a Petra? Lányok, szabályosan kell Fifázni. Na jó, van, amit Petra játszik, addig én itt rábontok a kulacsomra. A kulacsa a legjobb dolog a világon. Egész nap van az embernél meleg te. Hatos szintű video gaming skill. Lassan most már nyerhetnénk törnementeket, annyi időtőlünk a kockulásba. Petra magányos. Semmi gond, hát online fifázol Petra, nem is értem miért vagy magányos. Na, és kényelmetlenül érzi magát, így nem leszünk fókuszdok, mi? Mert pisilnie kell. Ne csúrancs be Petra! Mindjárt vége a gamingelésnek. Aha, hát rohadtul nem került fókuszd állapotba. Hát ezt elbaszarintottuk, drága pingvinek. Ó, de fókusz lett a pisiléstől, csodálatos. <laughs> nem, nyilván megszüntettük a problémáját, aztán ezért megkapta a fókuszd állapotot. Jó, posztoljunk a social networkre. Ó, gyerekek, várjatok, hát elérhetővé vált egy csomó opció azzal, hogy szintet léptünk. Azt mondja, social networking, meg tudjuk nézni az összes követőnket, tudunk hirdetni, tudunk sima szöveges posztot írni, meg tudunk osztani egy viccet, meg tudunk osztani egy képet, és törölni tudjuk magunkat. Hm, mi ez a hirdetés? Aha, tehát gondolom szponzorált tartalmat tudunk mutatni a követőknek. Ez elő szokott fordulni. A videósnak is meg kell élni valamiből. Csak jó kell elhelyezni, és értelmes dolgot kell reklámozni nem pedig fost. Utána megosztunk egy viccet, miután jól összereklámoztuk magánkat, utána meg posztolunk egy selfit. Na, Petra végez a fürdőbe, kétszer is pisia, mert az sose árt. <gül> <gül> Jaj, Petra! Mennyi szósalkodjál az interneten, lássuk hány követőt tudunk szerezni most. Vagy hogy hány követőt vesztünk a hirdetéssel. Nem tudom, mire jó ez a hirdetés. Petra szomorú. Na. Uh. Aha! Tényleg így van. Kerestünk 500 Simoleont, viszont elvesztettünk 143 követőt, mert hirdettünk. De fasza, ez tök jó meg van csinálva. Na jó, posztoljunk. Uh. Miért nem látom egyből, hogy hány követőt szereztem? Na, itt van. Uh, igen, igen. Jó, visszaszereztük az elvesztett követőket. Petra meg végtelenül szomorú, ne ülj le depízni, menjünk le az utcára. Este 8 óra van, gyere szocializálódni. Lejött? Hó vagy, Petrus? Petruskám? Petra? Na ott van, Petra szomorú. Gyere, babám, nincs semmi baj. Szocializálód, cheerful introduction. Mutatkozz be a néninek. És beszélgessetek. Úgy is van. Beszéljetek játékokról, játszani mindenki szeret. Vidd fel a napját, mesél egy érdekes sztorit. Mindjárt elalszik. Nem baj, csak beszélj egy kicsit Petra, helyre rázzuk a social értékeidet. A néger már megint telefonál. De nem érdekel minket. Jó, nem szeretitek egymást. Menj haza Petra, kihúzzuk. Holnapi nap kénytelenek leszünk azzal tölteni, hogy Petra szocializálódjon, mert már elképesztően magányos. Sunnyál egyet életem, és majd holnap egy kicsit jobban odafigyelek az igényeidre. Ma a munka volt az első, nem a szórakozás. Vannak ilyen napok, srácok, lányok, ezt meg kell érteni. Petra egy kicsit szomorúan fekszik le aludni, de meg lesz az eredménye. Don't Dontfos. Amikor kialudta magát Petra, akkor reggelizni fog, az biztos. Ha álmában, nem, ha léhem. Jó. Petra kialudta magát. Have breakfast. Egyél megint sütikét. Megérdemled. Sütike után elmész WC-cskére. Miért becézek minden? Ne szállj. Be. Jó. Utána pedig posztolni fogunk egy viccet. És minden jó lesz. Kerünk Petra, nyomjad! Nyomjad életem, aztán megyünk le az utcára barátkozni. Megígérem neked, nem engedem többet, hogy magányos legyél. Súgy! Egy kakker! Bele is fért! Miért takarítottad volna el a tányért? Igazad van Petra. Na! Petra 150 követőt szerzett, mert nagyon vicceset írt a gazdasági helyzetről. Na, 647 követőnk van. Jó, tudod, mit posztoljunk egy képet is. És posztoljunk utána még egy viccet, mert éppen playful hangulatban vagyunk, és utána lemegyünk az utcára. What a boring image. <laughs> Nem mindig szeretik, amit kiposztolunk, azt kell, hogy mondjam. Ú, 800 követőnk van, na várjatok. Tudom, hogy megint a munkaoltárán oltárán feláldozok mindent, de úgy néz ki, hogy a, a vicc posztolás a falunkra az elég jól működik. Posztolj Petra, posztolj, amíg playful módban vagy. A játékos hangulat sokat segít. Elértük a hármas szintű komedi szintet. Nagyon humorosak vagyunk. 947 követő zsír, megvan. Készen vagyunk, megvan az 1000 követő. Innentől kezdve már rajtunk nem múlik, hogy előléptetnek-e. Most pedig menjünk le az utcára haverkodni, Petra, mert szükséged van egy kis szocializációra. Na. Kivel barátkozzunk ma? Teszi fel a kérdést a költő. Ott van egy lila fejű ember. Stop. Pidítsuk fel a napját. Hello, kedves pankrátor hölgy. Lehetek veled vicces? Beszéljünk a főzésről? beszéljünk a, a, a game stratégiákról. Igazából csak arra használnak, hogy fölmenjen a social skill -em. igazából leszarlak, mert elég betegen nézel ki, de mindegy. A néger zenész. Nézzük meg a teljesítményét. Mutatkozzunk be, beszélgessünk. Beszélgessünk Mr. Zenész úrral. Így legalább abba hagyta ezt a borzasztó zenélést, úgyhogy tulajdonképpen volt eredménye. Mondjunk neki egy kop kop Aztán egy jó impressionnel nyűgözzük le. Petra közben unatkozik. Hát Istenem! Minden baja van. Végre lehívtalak szocializálódni, erre meg ez se jó. Mutatkozz be ennek a fickónak is. Nem érne? Micsoda gyűlés csináltunk? Az egész város itt van és velünk beszélget. Zseniális. Jó van, Petra, beszélges még, vicceskedjél. Szerintem utána elég is lesz a szocializációból. Jó, oké. Feltöltöttünk, irány haza, a számítógép előtt élünk, az emberek unalmasak. Ah, Ide rosszra nyomta, menj haza, Petra. Jer home, takarítsd el a tányért az asztalról. Az kezdésnek jó lenne. És igazából azon kéne munkálkodnunk, így hosszú távú célként, hogy még-még-még több követőt szerezzünk. Úgyhogy spamelni fogom a social network -öt. Már hát jó lenne, összegyűjtenénk rengeteg dellát, és utána megvennénk a legnagyobb apartmant a játékba. Valami ilyesmi, tök jó lenne. Miért nem tudok képet posztolni? Gondolom azért, mert legutóbb fost és megharagudtak rám. Erünk Petra, gyűjtsd a követőket, kérlek szépen. Csak így lehetünk sikeresek. Aztán pisike, aztán ebédelünk, aztán bubis víz, mármint hogy fürdő, aztán aztán játszani fogunk. Incredible sportot, aztán meglátjuk, hogy hogy állunk időbe. Miért hagytad rajta a kaját a izén? Abba a főzést, Istenem. Hát így történnek a balesetek. Közben ötös szintű karizmánk lett. Megint ott hagyta a kaját. Petra, bolond vagy? Csúszik a kuplung? Elmentek otthonról? És kidobta a kaját. Etesd már meg magadat, egy felnőtt önálló nő vagy. Borzasztó. Petra állandóan ellenkezik velem. Nem szégyelli magát az ilyen. Nagyon örülök, hogy már patkány is van egyébként a házba. Mindjárt hívok valakit. Ö, ö, nem tudok hívni senkit, mi? Obliterét. Kiírtam a patkányokat a. Majdnem csúnyát mondtam, de értitek. Petra Zabály, és utána patkányt írtunk. Mosogasd el, úgy. Kiirtotta? Kiirtotta. Várjál, ne fürödni, mennyi, most voltál fürdeni. Írtsd ki ezt is. Zsír. Úristen, nagyon mérges lett. Koszos lett, jó, most menjél, fürödj le. Sajnálom, hogy nem tudsz mit csinálni a patkányokkal. Fölhívjuk a négernőt, hogy tüntesse el őket. De ketten vannak, olyan cukik. Nem is patkány az, hanem egér. Szerintem aranyosak, de meg tudom érteni, hogy Petrának ez annyira nem tetszik. Meg itt egy bűzbogyoró megint a sarokba. Azt is bejelentjük a négernőnek. Ezzel a házzal csak a baj van. Olyan mondom, el fogunk költözni egy százmillás apartmanba. Végre ne kelljen ezzel szenvedni többet. Ha megjött a négernő, Szépen föltakarít mindent. Petra, mit csinálsz? Petra iszik. Ne, nem fogsz beszélgetni a négernővel. Hogyha végzett a dolgával, elküldjük. Ask to leave. Mehetsz, mehetsz. Elküldted? Elküldte. Jó. Fáradt vagy, nem maradt már időnk a másra. Csicsika. Jó. Elég, elég jól teljesítünk még. Megnézzük a holnapi nap mi a feladatunk, aztán szerintem jók is vagyunk mára. Természetesen megint elromlott valami. Ebben a lakásban minden elromlik. Plusz patkányok vannak. Elképesztő. Jó van, Petra megszereli. Elmegy vécére. Utána eszik reggelit. Mit tegyünk ma? Francia tosztot. Gyerünk Petra. Ennyi volt. A pillanatok alatt megszerel mindent. Királyság. Na most meg izék vannak. Mik ezek? Termeszek. Eradikáljuk őket. Ki költözik be egy ilyen lakásba? Én nem is értem. Ja, fürdeni akar. Termeszírtás után egyből fürdeni kell. Ezt mindenki tanulja meg egy életre. És mi lenne, ha utána már tényleg ennénk valamit? Itthonról dolgozom. Nem tudom, ezt miért kérdezi meg mindig. Jó, öt különböző simszel viccesnek kell lenni, illetve vicces videókat kell nézni a simpont.tv-n két órán keresztül. Oké, ez teljesíthető feladat. Megint egy kicsit kalandoznunk kell az utcán. De én azt mondom, hogy ezt tegyük meg a következő epizódban. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, dobjatok egy like jó szokásatokhoz híven, és persze, hogyha először jártok itt, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Én még mindig Nessai vagyok, és találkozunk legközelebb is. Na! Szevasztok! UMFG, ne száj, csalol, bugolol! <gül> <gül> bugolol, csalol, bugolol.